A Bótrezmű Kft-t 1978-ban egy vésük alapács alapítottam, 5 évig építőipari, illetve lakásfejlesztéssel foglalkoztam, és utána kezdtünk nagyobb értékben dolgozni. Két fő profil van, egy elektromos profil és egy vasszerkezeti profil. Kapcsoló és vezérlőberendezőket kezdtünk el gyártani, főleg az élelmiszeripar számára. Magyarországi akkor meghatározó cég volt az élelmiszeripari gépgyártó vállalat, aki a nagyvilágba szállított berendezéseket, és ennek megfelelően mi is szállítottunk takarmánykeverőket, malmokat, tejzőmeket, sajtgyárakat a volt Szovjetunióba, volt NDK-ba, Kínába, közel-keleti államokba, Irak, Irán, Indiába, Nigériába, Algériába. A berendezés szerelésből nőtt ki a Bótrezmű Kft., mert a rendszerváltás után jöttek befelé a nyugati cégek, úgy hoztak egy megfelelő gyártási kultúrát, és egy megfelelő szintű szolgáltatást kellett végeznünk, ahol tervezéssel, gyártással, helyszínszeréssel kulcsakész villamos projekteket végeztünk. 1994-ben megépítettük az első Magyarországra épülő IBM üzemet a Videoton telephelyén. Az IBM üzem merevlez meghajtó egységeket szerelt. Denso Magyarország Kft. Székesfehérváron, ez egy japán-magyar vegyes vállalat, Camaro dízeladagolókat gyár. Egy győri céggel az Audi Hungária csarnokba építettük egy motorszerelő üzemet. A Budapest erőműben három nagy erőmű rekonstrukción vettünk részt, a kelenföldi, a kispesti és az újpesti erőműnek a rekonstrukciós munkáját végeztük. Heves megyébe a Bosch csarnokot, illetve a miskolci Bosch csarnokot is mi szereltük. Ezek viszonylag nagyobb léptékű beruházások voltak. Ha összerakjuk az IBM üzemet a 8 év alatt, akkor kb. 2 milliárdos árbevételt eredményezett. A cég szerkezete van a bázis Egerbe, a Vécsébe, hogy 99 alatt itt van a műszaki előkészítés, az elektromos résznek és a vasszerkezeti előkészítés, tehát van egy elektromos előszerelmi, ha akkor elektromos vezető berendezéseket gyártunk, előátviteli berendezéseket gyártunk, illetve egy finom lemez munkákat. A finom lemez munka, ez kapcsolóvezető berendezéseknek a kapcsolószekrényei, betonos transformátorállomásnak a vasszerkezetei, szénszáhúzó berendezésnek például, abból elég sokat csináltunk most egy egri vállalkozással, vagy egyéb Kft-vel. Ennek a korlemez munkáit, tehát úgynevezett finom szénszálat húznak, és ebből csinálják egy keflár anyagot. Magyarországon meghatározó beruházásokban részt vettünk, és ugyanúgy a vasszerkezeti munkák is hasonló szintre kerültek, mert most a Tigris helikopternek a szimulátor részegységét mi gyártjuk, Rheinmetall Defense Technik német cégnek. Nemrégen volt egy prezentációnk Brémában. Még szorosabbra kell fűzni a kapcsolatokat, hogy már tervezési stádiumban belépünk a német kollégákkal, és ezekre a cégeknek a technológiára rátervezzük már a készülékeket. A 90-es évek elején 10-20 milliós árbevételről beszéltünk, és ez folyamatosan növekedett. Most már a cég másfél milliárdos árbevételt produkál egy évben. A cégnek az alaplétszáma 80 fő, amiben benne van a mérnöktől a villanyszerelőig mindenki, 30 fő improduktív, egy 50 fő termelő, de körülbelül még 120 fő alvállalkozónak adunk munkát, és ezek az alvállalkozók is évek hosszú során ugyanúgy dolgoznak, mint a saját dolgozó. A cégnek a fő erőssége, hogy magas színvonalú munkát magas minőségen, rövid határidőre és elfogadható áron végez. Megvan a minőségbiztosítás rendszer ISO 9001-es, illetve ISO 14000-es környezetvédelmi rendszer mindkettővel rendelkezik a cég, illetve a speciális berendezésszerelő, a Prisma plusz Schneider minősítéssel rendelkezünk. Úgy gondolom, hogy a nehezedő körülmények ellenére a cég folyamatosan fejlődik létszámba, gépparkba, szakembergárdába, tehát ezek biztosítják a cégnek a jövőjét.